Ugye itt azt tesszük föl, hogy miért nem terrorizmus a vád a terroristák ellen. És itt el kell azt mondanom, hogy a deviza hitelesek egyik képviselő, lője, Póka László. Tegnap este terrorizmus vágyával előkészítette vágyával vitték be az Aradi utcába. Tehát azért, mert azt mondta, hogy Orbán Viktor kimondta azt, hogy a deviza hitelet egy téves, rossz szerződés. És azt mondta, hogy szüntessék meg a kilakoltatásokat, mert ha nem, akkor ma bezúz reggel 7 órakor egy banki rakatot. És ez, mivel elküldte állami intézményeknek, már terrorizmusra való előkészlet. Bezzeg az, amikor a rendőrök műveleti terveket készítettek, azonosító számot nem hordtak, teljesen tudatosan kiürítették a Kossuth teret, ami 37 napja békés demonstráció folyt, és mondva csinált indokokkal, amit a legfelsőbb bíróság 4 vagy 5 évvel később mondott ki, hogy ezek mondva csinált indokok, tudatosan szétverték az ünnepelni vágyókat. Ez nem terrorizmus. Tehát ehhez az kell, hogy az ügyészség falasszon le ezeknek az embereknek.